A százszor szép muskátli, ott már vannak is muskátli dúgványaink, ott fönt akasztósokban is vannak nagy növények, ezek mind. De hát ez csak a töredéke, mert ugye a balkon növények azok még később. Több száz négyzetméterre nevelnek saját ültetési dísznövényeket ebben a szekszárdi virág nagykereskedésben. A jó részt magról vetett, már hónapok óta gondozott virágok a koronavírus terjedése miatt most senkinek sem kellenek. Pedig itt éppen ezekben a hetekben bonyolítanák a legnagyobb forgalmat. A cég vezetője azt mondja, nagyjából 8 hét alatt keresik meg egy normális tavaszi szezonban az éves bevételük felét, most viszont a legtöbb virág kiskereskedés bezárt, vagy amelyik még nyitva van, oda nem mennek vevők, ezért innen sem visz szinte senki sem virágot. Ilyenkor nagyrészt ugye az egynyári és kétnyári palánták, szezonális növények azok, amik adják a forgalmunk nagy részét, hát ez jelen pillanatban 90%-os kiesést jelent ezekkel a körülményekkel számolva. A cég több mint 20 éve működik, 17 alkalmazottjuk van, most mégsem látják, miből fognak a következő időszakban megélni. A virágkereskedőkre és termelőkre ugyanis egyelőre nem vonatkoznak a kormány gazdaságvédelmi intézkedései. Mivel semmiféle intézkedés eddig minket nem érintett, a járulékokat és a dolgozókat tekintve, nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a végkimenetele, sok jóra nem számítunk. A Magyar Díszkertészek Szövetségének elnöke szerint az ágazat évente nagyjából 250 milliárd forintos forgalmat bonyolít, ezért rengeteg család megélhetését biztosítja a virágkereskedelem. Most viszont a kisboltok többsége csődbe mehet, ezért a szakmai szervezet csütörtökön javaslatcsomagot juttatott el az Agrárminisztériumhoz.